8 és fél óra. A József Páros Újság podcastja. Sok szeretettel köszöntöm a 8 és fél óra hallgatóit. Én Kolonics Imre Zsófi vagyok, és a mai vendégem Puporka Elemér, aki jelenleg pedagógiai asszisztensként dolgozik a Deák Diák Énekzenei Általános Iskola és Gimnáziumban. Mellette zenészként is ismert, a Dromara Acoustic Live zenekar frontembere. 2019-ben Aranypán díjra jelölték, innen is ismert lehet a kedves hallgatóknak. Erről a díjról azt kell tudni, hogy a Roma Sajtóközpont alapító a 2015-ben, és az egyik legrangosabb magyar civil díj. Én Elemérrel először a Deák Diák Általános Iskola udvarán találkoztam, pontosabban láttam őt messziről, gitárral a kezében ült a padon, éppen a húrok közé csapott, a gyerekek pedig köré gyűlve énekeltek. Engem akkor ez a látvány totálisan lehengerelt, persze a hangzás is, aztán amikor felúcsúztam az ámulatból, akkor rögtön az jutott eszembe, hogy minden iskolába el kellene egy ilyen Elemér bácsi. Aztán egy következő alkalommal a Civil Kollégium Alapítvány rendezvényén találkoztunk, ahol Elemér előadóként volt jelen. Itt a saját pályájáról mesélt, arról, hogy hogyan kötött ki ő a Deák Diákban, és az előadása arra világított rá, hogy mennyire fontos a pedagógiai asszisztensek jelenléte az oktatásban, illetve egyáltalán az iskolában. Már akkor felmerült bennem, hogy nem ártana többek számára is világossá tenni ezt a tényt, úgyhogy ennek a műsornak is éppenséggel az a célja, hogy Elemér példáján át bemutassa, nem kispórolhatók a szakemberek az oktatásból. De ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük a gyerekkorodnál a mesét, mert neked nem olyan egyszerű múltad van, mondhatnánk így. Azt is úgy is fogalmazhatnék, hogy csodával határos az, hogy te itt vagy. Mesélsz nekünk arról, hogy honnan jössz? Persze, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és valóban így van, messziről jövök, így képletesen is meg. Bár fizikailag azért talán annyira nem, egy 70-80 kilométerre lévő kis faluban nőttem én föl, aminek Sziráka neve, és Észak-Magyarországon található Nógrád megyében, egy egyébként ilyen körülbelül 1200 lelkes település. Ott nőttem föl anyukámmal, apukámmal és egyetlen egy testvéremmel, aki egy évvel fiatalabb nálam, egy fiú testvér. Hát így ilyen nagy családban nőttünk föl, ilyen értelemben, hogy a mikrocsaládunk az ilyen pici volt, mert egy testvérem volt, és ugye anyukám, apukám, de igazából anyukámnak még volt 10 testvére, tehát összesen 11-en voltak, apukámnak volt 6, és akkor ugye el lehet képzelni, hogy akkor mindegyiknek átlagban volt 3-4 gyereke, akkor mondjuk nekem csak úgy, Sacper kb. 50-60 első unokatestvérem volt a két vonalból összesen. Szegény nagymamák és nagypapák. Sikerült nekik megjegyezni a neveket? Egyébként szerintem igen, és egyébként nagyon jó ráéreztél arra a dologra, amiről még hogyha gyerekkorom kapcsán kellett volna mesélni, akkor szívesen meséltem volna arról, hogy ugye ennek az egésznek a lüktetése nekem az volt, vagy az tetszett ebben az egészben akkoriban, hogy akkor még tényleg működött a nagy család, mint fogalom, hiszen a nagyanyáméknál, az anyai nagyanyáméknál volt az állandó parti szombat-vasárnap, vagy mindkét nap, vagy egyik nap biztos összejött így nagyban a család, ahol az összes unokatesó, az összes testvér, nagyszülők ott voltak, és együtt sütés, főzés, kajálás, zenélés volt. És ezekre az időkre, hogyha a gyerekkoromból pozitív dolgokra kell visszaemlékeznem, vagy esetleg beszélni is kell róla, akkor mindig ezek az elsők között vannak ezek az élmények, hogy a nagyszüleimnél nagy család gyűlik össze, és közösen közösségi élmény van, közösen eszünk, iszunk, zenélünk, mulatunk. Elképesztő lehetett annyi gyerekkel együtt. Akkor neked nem is kellett barátokat gyűjtened igazából, mert ott volt a család. Igazából tényleg annyi unokatesónk volt, hogy egyben ők voltak a barátok is, de amikor azért már elkezdtünk közösségbe járni, óvodába, iskolába, akkor ez még szélesedett nyilván ez a dolog, és azért én nekem azért lettek más barátaim is, nem csak az unokatesóim, hál' Istennek. Egyébként az a komoly, hogy mai napig például én az oviból megőriztem egy kapcsolatot, ami utána persze még általános iskolában is volt, mert velem egykorú gyerekről, illetve hát nekem még mindig gyerek, ugye? Ilyen mai napig napi kapcsolatunk van, és most már
idestoma 44 éve barátok vagyunk. Úgyhogy... Ezek mindig a legmélyebb barátságok, amik igazán kiskorban köttetnek. Mert hogy rengeteg összekötő emléketek van. Egyszerűen félmondatok se kellenek ahhoz, hogy ezzel az emberrel félmondatok sem kellenek ahhoz, hogy tudjuk, hogy melyikünk mit akar, vagy miről akarunk beszélni. Szóval, hogy ilyen nagyon, nagyon ritka jó élmények vannak Szilákról, hogy visszatérjünk ahhoz a kérdéshez, amit kérdezte, hogy igazából, hogy én honnan jöttem. Meg egyébként nem minden volt olyan nagyon-nagyon vidám, mert igazából ugye ez egy tényleg egy kis falu Nógrád megyében. Egyébként a szüleim mindig is dolgoztak segédmunkásként. Szegénységben nőttünk föl, de nem olyan szegénységben, hogy ne lett volna ruhánk, vagy fáztunk volna, vagy ne lett volna kajánk. Mivel mind a kettő szülő nálunk dolgozott, tehát hogy anyukám ugyanúgy dolgozott, ahogy apukám, nálunk már rég akkor sem volt igaz az a sztereotípia, hogy a cigánynők nem dolgoznak, vagy ilyesmi. Nálunk, amióta én az eszemet tudom, anyu mindig is dolgozott, és apu is mindig is dolgozott. Azt olvastam, hogy az általános iskola elvégzése után te szerettél volna tovább tanulni Pászton, a gimnáziumban, ahová nem vettek fel. Ez így volt, igen. Igazából Pásztóra azért esett akkor a választásunk, mert igazából az volt a legközelebbi város, ahol gimnáziumban lehetett volna tanulni. Volt egy szív problémám, amivel én születtem, és anyuék nem akartak messzire kollégiumba engedni. Pásztó lett volna még az a köztes megoldása, hogy be tudtam volna járni. Tehát, hogy gyakorlatilag reggel megyek és délután megyek haza, az még egy ilyen biztonságosnak tekinthető verzió lett volna a szüleim számára is, hogy akkor én gimnáziumba járjak. És akkor elmentünk gyakorlatilag, felvételiztem, meg én felvételi elbeszélgetésre, hát nem vettek föl. És aztán hogyan ment tovább a történeted? Akkor te próbálkoztál máshol, hogy tovább tanuljál, vagy pedig... Nem, igazából ott akkor én nálam megálltak a tanulmányok, tehát 15 évesen nem vettek föl, akkor utána én nem tanultam tovább egy jó darabig. Cserébe, amit most már így utólag nem bánok, sőt, nem is az, hogy nem bánok, hanem nagyon örülök és hálás vagyok a sorsnak, hogy így alakult, hogy nem tanulhattam tovább, tehát ez így most már... Ez tök jó. Nem is lett volna jó, hogyha akkor tovább tudok tanulni, mert olyan dolgok estek volna ki az életemből, amiről pont most fogok beszélni, hogy én akkor az öcsém által, mert az öcsém kezdett el először lovagolni. És akkor én ugye először úgy, csak úgy néha elmentem megnézni, hogy de jó, hogy ő lovagol, nem tudom, és akkor valahogy én is beleszerettem ebbe az egészbe. De olyan szinten beleszerettem, hogy én be is költöztem ennek a lovardának az egyik szobájába. Mert hogy ez egy olyan lovarda volt, ahol alul voltak a maga az istáló rész, ahol a lovak voltak, és a padlástéren pedig volt kettő szoba kialakítva, és én az egyikbe oda beköltöztem néhány barátommal, és gyakorlatilag lovakkal foglalkoztunk, lovagoltunk, lovasoktattunk, és ez nagyon sok éven keresztül így ment, hogy én lovagoltam, lovasoktattam, és lovakkal foglalkoztam. Tehát akkor beálltál dolgozni az általános iskola után, és nagyon szeretted, és már ott is az oktatás volt a középpontban akkor. És hogyan lett ebből Budapestre feljövetel, továbbtanulás? Gyakorlatilag ez nagyon szerencsés helyzet volt, mert tényleg rengeteg emberrel találkoztunk így a lovaglás, meg a lovas oktatás kapcsán. Mi lovastáborokat csináltunk nyáron mind a 10 hét, amikor a gyerekek szabadok, mind a 10 hét állandóan teli volt. Nagyjából turnusonként ilyen 25 gyereket fogadtunk, és egyébként nem csak gyerekeket tanítottunk lovagolni, hanem felnőtteket is, és amikor nem lovastáboraink voltak, akkor ugye jöttek egyéb vendégek, akikkel foglalkoztunk. És annyira jó banda jött akkor ott össze, hogy volt 4 vagy 5 lovász, és mindenki tudott gitározni. Tehát, hogy ez a szerencsés véletlen, vagy nem tudom, hogy vannak-e véletlenek, de hát, hogy ugye a lovaglás mellett ott azért a kieső időben, vagy a köztes időkben, például a lovastáborokban, ott már elég komoly szerepe volt a zenélésnek is, meg a gyerekeket nem csak lovagolni tanítottuk, hanem dalokat tanítottunk a gyerekeknek. Egy kicsit hagy állítsalak meg, te gyerekkorod óta kezdtél akkor zenélni, ugye? Tehát ott, amit meséltél, hogy a nagy családi összejövetelek, te már akkor elkezdtél zenélni? Tehát ott a többiektől tanultad ezt autodidakta módon, gondolom, nem zeneiskolában? Gyakorlatilag autodidakta módon.
de úgy a többiektől, hogy igazából egyszer ilyen 10 éves lehettem körülbelül, vagy ilyesmire emlékszem, hogy a kamrában találtam a fás kamrában egy gitárt, ami nagyon ütött-vert állapotban volt, és egy darab húr volt rajta. És akkor én azt úgy bevittem a házba, és azon kezdtem el szó szerint cincogni, és ez anyut azért egy idő után azért eléggé kicsinálta, hogy ráadásul az E1-es húr volt rajta, ami ugye a legvékonyabb húr a gitáron, és ezzel cincogtam, anyut ez totál kicsinálta, és mondta, hogy honnan lehet húrt venni itt, mert hát ez egy kis falu volt, és tényleg 30 kilométerre volt az első város, ahol esély volt talán arra, hogy húrszettet lehessen kapni. És akkor az unokatesó apukája tudott gitározni, és őt kérdezték azt hiszem meg, hogy hol lehet akkor ezt a gitárt felszerelni, vagy honnan lehet húrokat kapni hozzá. És akkor ők szereztek, felszerelték, és akkor az első pár akkordot az unokatesó még tanították meg nekem. És onnan már tényleg ilyen idézősen autodidakta módon többet átjártam hozzájuk. Az unokatesóm apjának volt valami zenekara, és akkor figyeltem, amikor próbálnak, lelestem akkordokat, és tényleg ez akkor ilyen önmagát generáló dolog lett. És akkor visszatérve aztán a lovardába, ahol ott voltak a srácok, akikkel együtt zenéltetek. Igen, és ugye a lovaglás mellett tényleg nagyon fontos szerepe volt a zenének, és egyébként pont ez a kettő dolog, hogy a lovaglás és zene, egy idő után már azt mondtuk, hogy ebben a táborban lehet lovagolni is egyébként, amellett, hogy zenét hallgatni, vagy dalokat tanulni. Tehát, hogy már ennyire fontos volt az, hogy mi ott zenélünk. És egyébként ez a szülőknek is nyilván nagyon tetszett, hogy a gyerekek úgy jönnek oda, hogy előtte nem nagyon zenéltek közösen senkivel, meg még egyedül se nagyon, vagy nyilván volt olyan gyerek, aki tudott valamilyen hangszeren, akkor ő beszállt, és akkor, amikor jöttek a szülők a gyerekekért, akkor produkcióztunk, és akkor csodálkoztak a szülők, hogy ők egy lovastáborba adták be a gyereket, meg is tanult valamennyire a gyerek lovagolni, de hát, hogy ő közösen zenél másokkal, az meg még már egy non plusz útra. És egyébként egy-két éven belül olyan szintre hoztuk ezt a lovastábort, hogy gyakorlatilag annyira populáris lett, hogy nem volt szabad helyünk. Tehát jó előre, merem általán az évekre előre kellett foglalni ahhoz, hogy egyszer valaki el tudjon hozzánk jönni lovastáborba, olyan szintű terített teltházakkal mentek ezek a lovastáborok. És egyébként úgy jutottam el az iskoláig, hogy ott találkoztam én olyan emberekkel, akiket én tanítottam, ezek már felnőttek, akiket tanítottam lovagolni, akik azt mondták nekem egy-egy lovaglás kapcsán, de ezt azért tudni kell hozzá, hogy így kicsit képekben, hogy ez ugye a Cserhát lábánál van, ami egy gyönyörű környezet, gyönyörű erdőkkel, dombokkal, és ugye mi ott lovagoltattuk az embereket, és még azt is ki lehetett vinni az erdőbe lovagolni, olyan lovaink voltak, aki egyáltalán az életében nem ült lovon, azzal is lehetett nyugodtan egy-másfél órás kört tenni. Mi akkor úgy hívtuk, hogy automata lovaink vannak, tehát hogyha volt egy vezető lovas, mondjuk akár én, akkor beállítottuk a többi lovat a vezető ló mögé, és ők automata módon gyakorlatilag követték a vezető lovast. Így rengeteg beszélgetés volt, tehát ezek az órás, másfél órás lovaglások kapcsán emberekkel annyit beszélgettünk, annyi idő volt erre ott az erdőben, és ugye minél többször jöttek vissza, ez főleg egy városi ember számára egy csodálatos élmény lehetett, gondolom én, hogy akkor odajönnek, nagy többségük még talán életükben nem ültek lovon, és mi egyből felajánlottuk, hogy akkor ne itt a karámban döngessük a homokot, hanem menjünk ki az erdőbe és sétáljunk egy nagyot, és esetleg majd utána is azt gondolja, hogy ő még szeretne megtanulni, kicsit komolyabban is lovagolni, és megtetszik neki, akkor utána azért majd persze a karámba is iskolázhatunk egy picit, de hogy először azért nézze meg, hogy milyen itt a táj, érezzen rá erre az egészre. Jobbnak tartottuk, hogyha legalábbis én, nekem az volt a filozófiám ezzel kapcsolatban, mint lovasoktató, hogy menjünk egy kört az erdőbe. És általában egyébként ez működött is, hogy így szerettek egyébként bele az emberek, így lehetett idézőjelesen vendégeket fogni, hogy megmutattuk nekik, hogy úristen, hogy milyen helyeken lehet lovagolni. És közben még jókat is lehetett beszélgetni, és ezek a visszatérő vendégek, akik egyébként már tényleg évek óta vendégeink voltak, ők említették meg egy-egy ilyen beszélgetés kapcsán nekem, hogy neked biztos, hogy kéne tanulnod. Tök jó, hogy itt vagy nekünk, meg szeretünk veled lenni, meg beszélgetni, meg lovagolni, de hát hogy érezzük, hogy azért van ebben több. És hogy
minimum le kéne érettségizned, de hát még annál több is, hogy van ebben, és hogy kéne tanulnod. És te hogy álltál ehhez a kérdéshez akkor a továbbtanuláshoz, hiszen te egy tök jó környezetben voltál, ahogy így elmondod, nagyon-nagyon jól érezted magad, hülye az, aki ki akar ebből szakadni. Hogyan sikerült mégis motivációt szerezni, hogy meglépjed? Nem volt egyszerű, mert tényleg igazad van, hogy egy idilli szituáció volt az egész. Tehát az ember, amikor az ember azt csinálja, amit szeret, és csak azt egész nap, akkor annál nincs jobb. Tehát, hogy mi akkor nem csináltunk semmit, csak zenéltünk és lovagoltunk. És emberekkel találkoztunk, és beszélgettünk, és új kapcsolatokat teremtettünk, és jókat főztünk, és jókat ettünk együtt emberekkel. És egyébként a köztes időkben, amikor nem voltak táborok, akkor pedig még lovas túrákat szerveztünk nagyrészt külföldi csoportoknak, és a dánokkal, svédekkel, finnekkel, olaszokkal, mindenféle nációnak szerveztük ezeket a lovas túrákat. Velük egy hétig voltunk általában együtt, és rengetegféle kultúrát, embert ismertünk meg. Szóval én akkor tényleg azt gondoltam, hogy ennél jobb sosem lesz, és nem is. És egyébként most is azt gondolom, hogy az volt az az időszak, ami az időszak volt, de hogy azért láttam abban a rációt, amit mondanak ezek az emberek, hogy igen, de hát valószínűleg előbb-utóbb el fog múlni ez a kegyelmi állapot, és akkor viszont ott vagyok, hogy akkor oké, van 8 általános iskolai végzettségem, és utána hogyan lesz ez tovább. De az ijedelmen kívül volt benned ambíció is? Igazából nem ijedtem meg, hanem ugye tényleg sokat beszélgettünk egy-egy... Egyébként főleg a hölgyek, tehát hogy volt egy-egy hölgy, aki lehet, hogy anyám is lehetett volna abban az időben, sőt biztos, akik szerintem meg így kicsit ilyen anyai gondoskodással mondták ezeket a mondatokat, vagy ezeket a gondolatokat ilyen szinten osztották meg velem, hogy neked tanulni kéne. És én előbb-utóbb valahogy így erre rá rezonáltam erre a sztorira. Akkor nem nagyon hiszek a véletlenekbe, megmondom őszintén, tehát egy barátommal egy ilyen délutáni siestaként néztünk valami filmet. És amikor vége lett a filmnek, akkor hát ezt még most erről nehéz beszélni, mert már a mai emberek az, hogy videókazetta, se tudják, hogy mi. Tehát mi valamit vettünk a TK-ból, és akkor nem néztünk valami filmet, és amikor vége lett a filmnek, akkor ugye a videómagnó kikapcsol, és visszajön a tévéadás, ami ahol előtte be volt állítva. Ez amikor osztályunknak az ilyen 40 és 50 közöttieknek már azért szerintem ismerős. És akkor pont volt egy ilyen reklám, ahol egy iskolát reklámoztak, mégpedig a KIAG roma nemzetiségi szakiskolát. És akkor nekem így megütötte a fülemet, meg a barátomét, akivel ezt így együtt néztük. Egyébként ez a barátom akkor már Pesten tanult, és mondta neked, hogy nézd csak, lehet, hogy ez az iskola neked való. Vagy hát így lehet, hogy jó lehetne neked. Akkor így húztátok föl egymást, ez igen, jó, igen, jól hangzik. Igen, és akkor így akkor fölírtuk ezt a telefonszámot, amit akkor ott láttunk. Azt hiszem onnantól 2 perc múlva fölhívtam ezt a számot, és akkor mondták, hogy igazából hát ez a reklám már kicsit késő ment le, mert már szinte véget ért a jelentkezés, de hogyha még holnap bemegyek, és személyesen kitöltök egy jelentkezési lapot, meg valamilyen tesztet, akkor még van valamennyi esélyem. És akkor mondtam a barátomnak, hogy mit mondtak a telefon túloldalán, és mondta, hogy ő neki pont holnap Pesten van dolga, mert nem tudom, valami az iskolába intézni kell neki a tanulmányi osztályon, és hogy ez... menjek vele. És mondtam neki, jó, hát megyek veled, de nem akarok abba az iskolába most azért bemenni így az utolsó pillanatokban, meg főleg nem. Mondta, hogy jó, nem kell, csak gyere velem, én úgyis nekem van dolgom Pesten. És akkor gyakorlatilag eljöttem vele, és mondta, hogy nézzük már meg legalább kívülről azt az iskolát. Tehát ő azért rudas volt ebben, így idézőesen szó szerint, hogy akkor ez így ez történt. Aztán bementünk, valami kopogós cipő volt épp a barátomon, mert tényleg valami ünnepélyszerűség, vagy nem tudom, a tanulmányi osztályon valami hivatalos ügy miatt ment, és meghallották, hogy ott kopogunk a folyosón, és kijött egy az ottani tanulmányi osztályról egy hölgy, hogy kit keresünk. És akkor mondta a barátom, hogy mi egy jelentkezéslapot jöttünk kitölteni. Te meg csak néztél rá, hogy ez? Na, de egy szóval a lényeg az, hogy így kitöltöttem, meg, tehát ugye ez egy teszt is volt, tehát ugye egy felvételi lap is volt egyben egy ilyen, hát mondjuk az, hogy ilyen kicsit ilyen intelligencia teszt, vagy így nem tudom, szóval egy ilyen, pontosan már nem emlékszem, egy több oldalas, egy 4-5 oldalas teszt volt.
kitöltöttem, és nem tudom, körülbelül egy olyan 2 hét múlva jött egy levél, hogy felvételt nyertem a KIEG Nemzetiségi Szakiskolába, és hogy a gólyatábor ekkor meg ekkor, kollégiumba való beköltözés ekkor meg ekkor, tehát hogy így gyakorlatilag 2 hét alatt így lezajlott ez a történet, és eldőlt a sorsom, és szeptembertől én már a KIEG Roma Nemzetiségi Szakiskola tanulója voltam, és gyakorlatilag az 1200 fős kis faluból 2 milliós fővárosba kerültem. És a szüleid mit szóltak ahhoz, hogy tovább tanulsz? Ők nem mondták azt, hogy maradj inkább dolgozni, hagyták, hogy menjél, csináld a dolgodat, támogattak? Nem, hát ők igazából hagytak, mert én akkor azért már 20 év körüli, mondjuk azt, hogy fiatal ember voltam, és nem azt mondom, hogy nem lett volna beleszólásuk, vagy hogy nem tudták volna megkeseríteni az életemet, hogyha de már felnőtt voltál akarták akkor. Volna. Igen, de abszolút nem. Igazából félteni féltettek, mert ugye jelen volt akkor is ez a betegségem, és egyébként ez a betegség ez olyan volt, ami a kor előre haladtával, mivel én így születtem egy ilyen szívizom betegséggel, ez a kor előre haladtával egyre és egyre súlyosabb volt, és akkor már nekem voltak azért problémáim, nem kicsi, hanem sok. És igazából inkább ők féltettek attól, hogy én távol kerülök tőlük. Tehát nem az semmiképp nem volt problémájuk, hogy én tanulni akarok, mert ők is azt szerették volna már korábban is. De hát akkor már így alakult, úgyhogy én elköltöztem, és hát tényleg furcsa volt, mert nagyvárosból, kisvárosba, illetve hülyeség, tehát hogy kisfaluból a fővárosba költözni, az kész katasztrófa volt. Sokkolt téged? Ez az iszonyat nagy tömeg, zaj, hát, jövésmenés, igen, dinamika. Igen, az eleje nagyon durva volt. Az eleje, az első, szerintem az első fél év, 4-5 hónap az borzalmas volt. Egyrészt, hogy már nem a finom kajákat ettem, egyrészt, amit ugye anyu főztje, nem a saját ágyamba aludtam, ami kényelmes. Ezek most csak tényleg ezek nagyon fizikai dolgok, amikről beszélek. Meg nem az a környezet van ott, meg nem a barátaim vannak ott, hanem mindenki idegen, senkit nem ismerek, holott addig 20 évig csak olyan környezetben voltam, hogy vagy a rokonom valaki, vagy a barátom. Vagy ha nem is, de akkor is ismerem. És ő is ismer engem. Itt most senki nem ismert engem, és én sem ismertem senkit. Minden idegen volt, a metró, a villamos, a nem tudom, minden, ami egy falusi gyerek számára furcsa lehet, az, és hát ezt meg kellett szokni. Aztán belejöttem, mert találtam barátokat, találtam olyan embereket, akik zenélnek szintén, és akkor már alakult az első kis zenekar, tehát onnantól kezdve azért már gördülékenyé vált a dolog. És le is érettségiztél itt ebben az iskolában? Nem, mert ez egy szakiskola volt akkoriban, ahol csak szakmát lehetett tanulni, konkrétan egy szakmát lehetett tanulni, egy ilyen számítógépkezelői iskola volt ez, 2 éves, az első év 3/4-nél már én megismertem egy csomó embert, tehát nagyon jó kapcsolatépítés volt, mert annyira kiváló emberekkel találkoztam közben, hogy én már gondolkodtam azon, hogy már lehet, hogy a másodikban fizikailag már nem oda kéne járni, hanem egy érettségit adó intézménybe. És akkor gyakorlatilag másodiktól már én az Üllői úti gazdasági szakközépiskolába jártam, ami már ugye érettségit adó intézmény volt, és gyakorlatilag én ott érettségiztem. És hogy vetted az akadályokat, hogy 20 évesen újra visszaültél az iskolapadba? Jól ment a tanulás? Nekem igen. Tehát, hogy így én is meglepődtem ezen, hogy az első évben csak az annyi volt a nehéz, hogy tényleg Budapestet megszokni, de az a pár hónap után, nem is az, hogy megszoktam, hanem nagyon élveztem a városi életet. Az a fajta nagyon jó életbe kerültem bele idézőesen, ami nekem azért tetszett. Tehát ez a része már megvolt, és akkor a másik része meg a tanulás az nekem ment. És amikor a gazdasági szakközépiskolába mentem, akkor meg iszonyatosan nagy szerencsém volt, mert ez egy alapítványi iskola volt, ami akkoriban még nem volt olyan sok, mint most. És már akkoriban ez egy fizetős iskola volt, és egyébként is most visszatérek itt a gyökerekhez olyan szinten, hogy akik a lovardába jártak hozzám lovagolni, ők azért leginkább a felső 10 000-hez tartoztak, tehát nem éppen a szegény ember kategória volt. Viszont nagyon-nagyon szerettek engem
És azt mondták nekem akkor, amikor biztattak, hogy tanuljak még előtte, hogy tudják jól, hogy én nem egy gazdag családból jövök, és tudom, hogy nehézség lehet nekem, vagy a családom számára, hogy én mondjuk Budapesten tanuljak. Ezért ők felajánlották nekem azt, hogy ha én mégis meglépem ezt a lehetőséget, és ha szükség lesz támogatásra bármilyen szinten anyagilag, akkor 5 diplomáig is akár mehet a sztori. És tényleg így is volt. És amikor én utána megtaláltam őket azzal, hogy akkor van egy ilyen fizetős gazdasági szakközépiskola, és hogy ennek ennyi meg ennyi a tandíja, akkor mondták, hogy te ezzel ne törődj, csak menj. Segítettek. És akkor ez így is volt. Fura is volt, mert pár szegény, idézősen szegény családból jövő gyerek volt ebben az osztályban, meg ebben az iskolában inkább, úgy mondom, és ez egyébként meg gazdag gyerekek iskolája volt. És ez is egy jó dolog volt nekem, hogy megint egy olyan közegbe csöppentem, amit megint föl kellett találni magam, megint egy ilyen új kihívás volt, megint egy ilyen nagyon fejlesztő volt számomra az egész. És akkor gyakorlatilag még szerencsém is volt, mert akkor azt mondták ott, hogy annyian vagyunk másodikban lennénk, hogy úgy döntött ez az alapítványi iskola, hogy akkor 2 osztállyal indulna el ez az évfolyam, de az egyik osztály az egy intenzív osztály lenne, ami fél évig másodikos, és fél évnél már a második teljes tananyagából lenne vizsga, és fél évtől pedig harmadikosak lennénk, és az év végén pedig már a harmadik teljes év tananyagából lenne vizsga, és a következő év már egy érettségit. Elég gyors talpaló. Év lenne. Igen. És akkor ennek kellett, volt az értelme különben? Hát ennek az volt az értelme, hogy igazából ugye túl sok diák volt, lett volna a másodikban, amit ők nem akartak így, csak úgy. És nekünk ez jól jött, mert itt, de persze nem mindenki tudott bekerülni ide, hanem volt egy szintfelmérés, és ott elválasztott, volt egy választóvonal, hogy valaki bizonyos szintet elér, akkor kerülhet ebbe a gyorsabb osztályba, és ha nem, akkor valaki csak szimplán másodikos lesz. Ha jól értem, te bekerültél. Én nekem sikerült, és én fél évig voltam másodikos, és utána én a második fél évtől már harmadikos voltam, tehát én már a második évet, ahogy lejártam, én a következő évben már érettségiző osztályba jártam. Szóval én 3 év alatt nyomtam le gyakorlatilag a 4 évet. Az igen. Hát és utána gyakorlatilag persze tartottam a kapcsolatot azokkal az emberekkel is, akik segítettek, meg akik támogattak folyamatosan, meg ők ugye budapestiek voltak, úgyhogy jártam is még hozzájuk itt, tehát hogy ők egy ilyen fontos kontakt voltak nekem egyébként is. Nem csak azért, mert támogatták az iskolát anyagilag, hanem egyébként is tudtam velük beszélni, mert mentem hozzájuk. Tehát ugye azért elég jó dolog volt ez. És akkor, mikor már úgy érettségi környékén voltam, akkor mondták, hogy tovább, tovább, tovább. És akkor hát én mentem tovább. És milyen irányba indultál tovább? Én a lovak miatt először arra gondoltam, hogy ugye akkor már ugye nem foglalkoztam annyira intenzíven lovaglással, mert Budapesten éltem, kollégiumban, és nagyon ritkán tudtam már hazamenni. Az elején még hazajártam hétvégente, akkor még lovagoltam is folyamatosan, minden hétvégén. De aztán egyébként, ahogy megismertem itt embereket, meg zenésztársakat, egyre több lett a zenélés, és akkor viszont már hétvégén sem mentem haza, hanem akkor zenéltünk hétvégén, és így a lovak azok így nagyon háttérbe kerültek, ami nem volt olyan jó, de hát így alakult. De mégis valahogy a lovak miatt én agrárvonalon terveztem volna tovább tanulni, és akkor föl is vettek engem a Szent István Egyetemnek az agrármenedzser képzésére, ahol azon belül meg üzletgazdász szakra. És amikor én oda jelentkeztem és olvasgattam róla, akkor ilyen gyakorlatiasabbnak tűnt az egész. Aztán, amikor elkezdtünk oda járni, akkor kiderült, hogy inkább ilyen nagyon elméleti síkon megy az egész, és nem nekem való volt, de igazából 3 éves főiskola lett volna ez. 2 évet megcsináltam belőle, tényleg minden vizsgám meg volt, vagy még talán többet is, 2 évet, meg még talán egy felet. Már talán csak egy fél éve lett volna hátra, amikor én ezt ott hagytam. Egyébként, mert akkor jött egy olyan lehetőség, hogy a Kodolányin indult a művelődés szervező kommunikáció szak, amit én már akkor a művelődés szervező részét már csináltam,
mert mi már akkor létrehoztunk egy közhasznú egyesületet, és gyakorlatilag fesztivál menedzsmenttel, fesztivál szervezéssel foglalkoztunk, miközben mi kollégisták voltunk. Úgyhogy én nem gondolkodtam sokat, bár oda volt 2 éven, vagy 2,5 valamilyen szinten, nem akartam már tovább csinálni ezt a dolgot, és akkor váltottam, és akkor mentem a Kodolárnyira is, és tanultam fesztivál menedzsmentet és PR menedzsmentet gyakorlatilag, és ott végülis le is diplomáztam. És akkor ezek után, hogyha egy ilyen diploma a kezedben volt, és egy ilyen szakma, a rendezvényszervezés, fesztiválszervezés, erről tudjuk, ez egy jól fizető szakma. Hogyan jön a képbe akkor a pedagógiai asszisztensség? Igen. Ez közben egyébként, tehát hogy az az érdekes ebben az egészben, hogy ugye attól függetlenül, hogy azért tényleg voltak támogatóim, akik mondjuk az iskolában segítettek, de azon felül ugye nekem nem volt pénzem. Igazából jó tanuló voltam, lehetett ösztöndíjakat szerezni, de az nem volt olyan mennyiségű pénz, hogy abból meg is lehessen élni. Most az, hogyha valaki főiskolás vagy egyetemre jár, tehát az éjjel hal, hogyha nem gazdag szülők gyereke és nem támogatják. Hát én nem az voltam. Ráadásul távol is voltam, tehát nem az volt, hogy hazamegyek anyuhoz enni, inni, meg van hol aludni, meg ezért. Tehát, hogy nekem pénzt kellett csinálni, csúnyán mondva pénzt kellett csinálni ahhoz, hogy mondjuk fönn tudjam magam tartani. És akkor el kellett kezdeni gondolkodni azon, hogy az egyetem mellett mi az, amit én dolgoznék most a zenélésen kívül, mert a zenélés is esetleges volt. Most már pontosan nem emlékszem, de valami olyasmi volt, azt hiszem az Alföldi utcában, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatban egyszer elmentünk néhány zenész barátommal ilyen önkéntes alapon állami gondozott gyerekeknek zenélni, és akkor ott ő is úgy, nem tudom, beszéltem ottani dolgozó emberekkel, akikkel aztán így kapcsolatban maradtam, és aztán, amikor kerestem munkát, akkor valahogy így megtaláltuk egymást, és gyakorlatilag első körben én a Tegyezben kezdtem el dolgozni, az Alföldi utcában. És gyerekekkel foglalkoztál? Igen, és én gyermekfelügyelőként dolgoztam ott, mert ugye akkor én még csak érettségim volt, és ez az fért bele. És hogyan váltál be gyermekfelügyelőként? Ezt nagyon tetszett szerettem. Neked ez a munka? Nagyon szerettem, igen, és annyi volt a gond, hogy én éjszaka tudtam dolgozni. Ugye én nappali egyetemre jártam. És ez egy nagyon, nagyon kemény időszak volt, hogy este 8 és reggel 8 között dolgoztam. És utána nem mentem haza, hanem mentem a főiskolára. Ú, de durva. És mit kellett csinálnod éjszaka? Mi volt ott a feladatod? Aludtak a gyerekek. Én 12, konkrétan az Alföldiben 12 nagy fiúra vigyáztam. Ez azt jelenti, hogy 12 és 18 közötti fiúkra kellett vigyázni, mi azt jelentette, hogy este 8-kor elméletileg már nem volt olyan nagyon semmi elméletileg, hanem együtt kellett velük lennem, aztán nem tudom, 9:30 körül takarodót fújni, villanyoltás, odafigyelni, hogy azért fürödjenek meg, nem tudom, normális körülmények között feküdjönek ágyba, és igazából, hogy hát a biztonságukra kellett figyelnem gyakorlatilag, ez lett volna a feladat, az alap. Na hát igazából itt ugye nagy fiúk voltak, és úgy azért kicsit komplexebb volt ennél a kérdés. Ráadásul ugye, nem tudom, amikor 6:30 volt az igazi vacsora, de hát ezek a gyerekek, ezek már nagy gyerekek voltak, 14-15-16 évesek, akik mondjuk 6:30 esznek, és aztán 9:00 vagy 9:30 megint farkaséhesek. Ami egyébként a szabályzatban az volt, hogy én már egy falat ételt nem adhattam volna nekik egyébként, de hát nyilván én ezt egyáltalán soha nem tartottam be, mert ez egy akkora hülyeség volt. És remélem, hogy már nincs, most nem tudom, hogy mi van szabályban, vagy mi nincs, de ez akkor is hülyeségnek tartottam. Én akkor közösen kaját csináltunk, én is éhes voltam, hát hiába most ettem otthon 7-kor, mielőtt eljöttem a munkába, de hát már este 10-kor én is éhes voltam 20 évesen, hát fölzabáltam volna minden kb. Tehát közösen kaját csináltunk, ettünk, ő nekik 10 órakor le kellett volna elmetek feküdni, de hogy feküdtünk le. Két dolog volt, két fő dolog volt, vagy az volt, hogy én zenéltem nekik, és énekeltünk, és valamikor éjfél körül lefeküdtek, vagy az volt, hogy vittem valami filmet, ami lehetőleg én szórakoztató, de építő jellegű is, és egyébként elég komoly alkotásokat néztünk meg együtt, például az amerikai históriát, meg tehát egy csomó minden olyan nagyon komoly tanító jellegű filmet vittem nekik, amiknek volt is értelme.
Úgyhogy vagy filmet néztünk, vagy zenéltünk, vagy beszélgettünk, de éjfél előtt nem feküdtünk le, nem fektettem őket le, mert nem volt értelme, ezek nagy gyerekek voltak, kellett nekik még a történés, a kajálás, hogy aztán tényleg nyugodtan tudjanak aludni, és nyugodtan tudjanak lefeküdni, hiszen ezek krízisben helyzetben lévő gyerekek voltak, mert ez egy átmeneti otthon, tehát innen közvetlen általában a családból kerülnek ki a gyerekek valamilyen konfliktus vagy krízis miatt. Nincsenek egyszerű helyzetben, konkrétan mindegyik valamilyen módon sérül emiatt az egész miatt, hogy kikerül a családból, nekik törődés kell, nekik nem elég az, hogy az ember fél hétkor vacsorát ad, és utána elküldi őket aludni. Tehát, hogy annál több kellett, és én azt hiszem, figyelem, hogy én abban voltam, szerintem jó, hogy én ezt a többet oda tudtam még nekik adni ott, kultúrában, emberségben, stb. Szerintem én ezt jól csináltam. De te tudtad különben, hogy jó vagy ebben? Vagy csak egyszerűen így ráéreztél, hogy ez neked való pálya? Amikor oda mentem, akkor még nem tudtam, hogy ezt én tudom-e majd csinálni. De egy idő után azt észrevettem, hogy ez nekem jó. Tehát, hogy ezt én tudom csinálni. Ez nekem való, hogy gyerekekkel foglalkozzak, meg hogy megnyugtassam őket, foglalkozzam velük, és megbeszéljek velük dolgokat, és átbeszéljünk dolgokat. Ez kifejezetten egy idő után éreztem, hogy na igen, ez jó. Csak ugye közben meg fárasztó is volt, mert 8-kor meg fogtam magam, és mentem a főiskolára, és aztán 2-ig ott voltam, kicsit hazamentem, ha tudtam aludni, tudtam, ha nem, aztán kezdődött előről az egész. És egyébként pont ennek a fárasztó jellege az egyik, a másik meg az, hogy kicsit úgy bele megutáltam a rendszert. Tehát, hogy nem a gyerekeket, hanem a gyermekvédelmi rendszert utáltam meg igazából egy picit, és akkor én ezért 2 év után elkezdtem keresgetni. És akkor találtam egyébként a Deák Diákra, vagy úgy közösen találtunk egymásra, mert egy ismerős hívta fel a figyelmemet, hogy keresnek a Deák Diákba embert. És akkor ez úgy volt, hogy akkor már tudtad, hogy gyerekekkel akarsz foglalkozni, de miért nem tudsz azonosulni a rendszerrel, onnan el akarsz jönni, de könnyű volt onnan? Nem gondolom, nem volt könnyű onnan eljönni a gyerekektől, vagy ők fluktuálódtak folyamatosan, tehát nem végig 2 évig ugyanaz a 12 srác volt ott. Nem, ez egy átmeneti otthon volt, tényleg normális esetben mondjuk itt normális eset nem volt, tehát ez egy alapból egyébként egy ilyen hihetetlen szituáció, ami engem állandóan megérintett, tehát nem volt alkalom, hogy ne érintsen meg, akárhányszor jött új gyerekbe, az annyiszor volt nekem is egy ilyen trauma, lelki trauma, mert nem a gyereknek a családban van a helye a szüleivel, tehát hogy nem máshol. Egy optimális esetben 30 nap állt a rendelkezésre az intézménynek, hogy döntsön a gyerekek sorsáról. Legalábbis így emlékszem, mert nem mostanában volt ez. Ami vagy az volt, hogy ha minden a legjobban alakult, akkor visszakerülhettek a családba, és mondjuk megoldódott a család helyzete. Vagy a másik, hogy egy olyan állandó intézménybe kerültek, ahol aztán hosszú távon tudnak lenni, mert ez egy átmeneti otthon volt. Tehát így gyakorlatilag cserélődtek a gyerekek, egy-két kivétellel egyébként. Volt olyan sérült srác, Krisztiánnak hívták, erről sokan tudnának az Alföldiben mesélni Krisztiánról, egy legenda. Ő úgy került oda, hogy már volt vagy 15 éves, vagy 14, amikor hozzánk került, és nem tudott beszélni sem. Tehát ő egy olyan sérült közegből jött ki, be volt zárva, nem tudom, évekig egy ilyen rossz, sötét helyekre, nem tanult meg beszélni. Szóval, és ő folyamatosan ott volt, mert a rendszer akkor sem tudott vele mit csinálni, mert az ilyen embereknek nem hoznak létre intézményeket. Tehát, hogy nem nagyon van olyan intézmény, ahol az ilyen nagyon sérült gyerekeket, fiatalokat tudják kezelni, szakemberek, stb. És ő például folyamatosan ott volt, ő például egy olyan elem volt, ami miatt mindig kellett valami annyira aggódni, mert ő tényleg nagyon sérült volt, és akár veszélyes lehetett volna, vagy néha lehet, hogy az is volt másokra, vagy akár még rám is. De hogy én ezt azért ettől függetlenül is nagyon szerettem csinálni, de hát ezek az előbb említett okok miatt azért már megérett az a váltás 2 év után. És akkor tényleg így egymásra találtunk a Deák Diákkal, elmentem egy interjúra, akkor még a Várnai Zsuzsa volt az igazgató. Gyakorlatilag mindenben egyetértettünk, ami a világ dolgait érinti. És egyébként azóta is, már nem ő az igazgató, ugye tudjuk,
De azóta is szoktunk beszélni, meg hát így emberileg, meg a világ dolgairól azóta is ugyanaz a lüktetés. Egyébként. És mi, meséljél, mik tartoznak bele itt a világ dolgaiba, csak címszavakban hát egy-két gyereknevelés például ugye nem elhanyagolandó kérdés egy iskolában a gyermeknevelés, ugye? Tehát tulajdonképpen tényleg. Úgyhogy ez volt a legfontosabb, hogy ugye ő elmondta a Deák diáknak a működését, meg a szellemiségét, meg hogy milyen fő pontok mentén próbálják működtetni az iskolát már 20-30-40 éve, és ez abszolút nekem annyira szimpatikus volt, és szerintem úgy kölcsönösen úgy egymásra találtunk ebben a történetben, ráadásul én akkoriban már tartottam országszerte gyerekeknek sokszor iskolákban, sokszor nevelőotthonokban roma népismereti előadásokat. Wow, és ez honnan jött? Ez a szál. Hogyan csatlakozik be ez a szál? Hát úgy, hogy ugye én művelődésszervezést tanultam, de ugye, mint említettem neked, hogy mi már a kollégiumban létrehoztunk egy közhasznú egyesületet, aminek kapcsán ugye mi már fesztiválokat szerveztünk, meg rendezvényeket, amik ugye nem csak a roma kultúra mentén, hanem általában a kultúra mentén szerveződtek, és itt mi törekedtünk az ilyen összművészeti dolgokra, itt a zene, a képzőművészet, az irodalom, egy csomó minden volt, és általában megpróbáltuk ilyen Zen Garden módjára egy időben egy helyre szervezni ezt a sok művészetet, és ebben azért eléggé sarkallatos, vagy ilyen fontos pont volt a roma kultúra, hogy igyekeztünk belecsempészni mindig roma kultúrát, hogy minél több helyre tudjuk elvinni az értékes dolgokat magunkkal, hogy ne csak a hülye mainstream média által közvetített, akár pozitív, akár negatív elemeket bemutató dolgok legyenek, hanem mutassuk meg tényleg az igazán értékes kultúrát is. Akkor te egy ilyen nagyon öntudatos roma fiatal srác voltál. Inkább úgy mondom, hogy az lettem, és ebben nagy segítségemre volt tényleg a KIEG Nemzetiségi Szakiskola, Roma Nemzetiségi Szakiskola, mert ott olyan nagy emberekkel tudtam találkozni, és lettek a barátaim, most csak tényleg a teljesség igénye nélkül csak 2-3 név, akit kb. Mindenki ismer az országban, cigányok és nem cigányok, a Nagy Gusztáv, aki egy kiváló íróköltő, Csoli Daróczi József, ugye maga a KIEG együttes vezetője, meg aki az iskolát is alapította, Varga Gusztáv. Tehát olyan nagyságú emberekkel lehetett találkozni, és lehetett beszélgetni és tanulni tőlük, akik a mai napig nagy hatással vannak rám, és alakították a személyiségemet olyanná, amilyen. Akkor menjünk vissza a Deák diákba. Szóval megérkeztél oda, mint pedagógiai asszisztens, már úgy kezdtél ott, akkor rögtön? Így vettek föl, mint pedagógiai asszisztens. És akkor ugye én meséltem a Zsuzsának arról, hogy ugye én az intézetben, itt a gyermekvédelem különböző intézményeiben én tartok előadásokat, meg más iskolákban is esetleg roma népismereti előadás, mert fontosnak tartottuk azt akkor a többiekkel az egyesületben, meg a baráti körben is, hogy a roma kultúra, meg a roma népismeret, akár a történelem, akár az egyéb más dolog, ez, hogy ezt ismertessük, mert igazából a magyar oktatásban egyáltalán nincs szó. Tehát, hogy egy-egy tankönyvben talán egy-egy fél mondatot van benne roma kultúráról, vagy roma történelemről, vagy a romák történetéről, és igazából több nincs. Nem is értem mai napig is, hogy miért nincs. És ugye akkor is ennek a hiányát iszonyatosan éreztük, hogy itt van egy 10 milliós ország, itt van benne egy 1 milliós kisebbség, egy népcsoport, akinek egy gondolat nincs leírva egyetlen egy tankönyvben sem. A gyerekek nem hallanak róla egyetlen egy mondatot se, azt se tudják, csak tudják, hogy létezik az, hogy van a cigányság, de az, hogy valójában kik is a cigányok, és honnan jöttek, és milyen a kultúrájuk, és egyébként, hogy ez az egész mi, erről egyáltalán semmi ismerete nincs az embereknek, általában gyerekeknek, felnőtteknek, senkinek. Ez a mai napig egyébként így van, úgyhogy mai napig szükség lenne ezekre a népismereti előadásokra. Én amikor tudom, csinálom, és egyébként a Deák diákban még működik, tehát hogy amikor van szabad idő, akkor én a Deák diákban ellopok egy-egy
olyan órát, ami erre alkalmas, akár etika, akár osztályfőnöki, akár rajz, vagy bármi, vagy összekötjük ezzel, és akkor én tartok előadást a gyerekeknek, roma népismereti előadást, ahol kifejezetten az irodalom, a kultúra, a történelem, a zene a fontos, a nyelv. És hiszen a ti iskolátokban nagyon fontos is, mert hogy a ti iskolátok befogadó iskola, és ott aztán rengeteg náció megfordul. Így van. Hát nálunk most tényleg, most már nem is azt mondom, hogy multikulturális, hanem interkulturális az iskola. Ukránok, oroszok, mongolok, kínaiak, különböző arab országokból, cigányok, magyarok, zsidók, tehát teljesen mindegy, és egyébként valószínűleg azért is most már idestova 20 éve, hogy én a Deák Diákban dolgozom, hogy ez a fajta sokszínűség az, ami engem mozgat, és hát így is éljük a mindennapjainkat egyébként a Deák Diákban, hogy ilyen sokszínűek vagyunk, és egyébként ez a sokszínűség, ez most ugye elmondtam egy csomó nációt, ez nem csak nációt tekintve sokszínű a Deák Diák, hanem a gyerekek összetételénél nálunk ugye az is nagyon-nagyon lényeges, hogy mi integrációval foglalkozunk. Tehát mindenféle tanulási problémákkal, vagy mindenféle zavarokkal jönnek hozzánk gyerekek, akár autisztikus, akár ADHD-s, akár halláskárosult, vagy hallássérült, akár különböző diszes gyerekek, tehát mi ilyen szempontból is eléggé heterogének vagyunk, és talán ez az a sokszínűség, és a sokszínűség tényleg itt már képletesen mondva mindenféle szinten az, ami engem nap mint nap akár még tud izgalomba hozni, hogy megint egy új helyzet, megint egy új kihívás, megint egy olyan gyerek, akivel valami más kell kitalálni, megint egy új helyzet, és ez talán az, ami nagyon jó lehet, és amit én nagyon szeretek egyébként. Mert akkor most már mondd el, hogy mi a te feladatod, mint pedagógiai asszisztens. Tegyük ezt tisztába, hogy mit csinál egy pedagógiai asszisztens, mert hogy az a baj, hogy ott van a végén, hogy asszisztens, és az asszisztensről általában azt képzeljük, hogy ő ül egy irodában, a gép előtt, és akkor mindenféle adminisztrációval foglalkozik. Ehelyett te mit is csinálsz a valóságban? Hát a valóság az egyébként az, hogy ugye minket úgy hívnak, hogy NOKS, ami ugye nevelést és oktatás segítő munka. De hát igazából tényleg így is van, csak ugye ez hogy a durva akarok lenni, hogy ilyen nagy végletekben akarok beszélni, akkor van olyan elsős gyerek, aki úgy jön hozzánk, hogy még a WC-t nem biztos, hogy annyira nagyon jól tudja használni, akkor akár a seggtörléstől kezdve, akár mondjuk, hogyha a kémia tanár megbetegszik hirtelen, és be kell menni, és küld egy anyagot az e-mailen, hogy Elemér, légy szíves, akkor ezt az anyagot nézzétek át a gyerekekkel, lehet, hogy én nem annyira értek hozzá, de kiadom a feladatot, felügyelek, mondjuk a kémia pont ilyen, ahol tényleg nincs hozzá közöm, de mondjuk a többi tantárgynál azért még akár közöm is van hozzá, irodalmat például nagyon szeretem, a történelmet nagyon szeretem. Most nem azt mondom, hogy úgy meg tudok tartani egy órát, mint egy történelem szakos tanár, mert akkor az hülyeség, de nagyon szeretek történelem órát, hogyha úgy van helyettesíteni, még akkor is, hogyha nekem csak az lenne, vagy az a dolgom, hogy igazából csak felügyeljek ilyenkor, de hogyha tudom, hogy hol tartanak, már pedig megkérdezem még akkor is, hogyha hirtelen van, és nem tudok beszélni a történelem tanárral, akkor is a gyerekek megmondják, hogy hol tartottak, akkor vagy ismétlünk, vagy kicsit tovább haladva, vagy nem, de mindenképp a történelemmel foglalkozunk, vagy ha irodalomról van szó, akkor irodalommal, mert például ez a két tantárgy, ez nekem erősségem volt mindig, és én ezeket szerettem, és hogyha például ilyen órákon kell bent lennem, akkor, na szóval, hogy a két véglet között, meg minden képzelj el, hogy az udvari ügyeletek ellátása, a reggeli ügyelet, délutáni ügyelet, levest szedni az ebédlőbe. Te minden gyereket ismersz. Hát gyakorlatilag igen. Úgy helyjel közzel azért majdnem mindegyiknek tudom a nevét is. És úgy van ez máskülönben, hogy aki elsőben kezd nálatok, az téged biztos, hogy ismer. Tehát mondjuk a gyerekek, ha más nem, téged biztos, hogy ismernek. Tehát minden gyerek az első hét után tudja, hogy ki az az Elemér bácsi. De szerintem annyira jó nálunk az alaphangulat. Nem tudom, valahogy úgy alakulnak a hétköznapok nálunk, nyilván úgy alakítjuk a hétköznapokat a Deák Diákban, hogy a kicsi gyerekek is ismerik a felsős tanárokat, akik őket nem is tanítják. De mégis tudja például
nem, és nem menjünk messzire, a te fiad is hozzánk jár. Tehát, hogy a te fiad is tudja, hogy ki a Levente bácsi, meg ki az István bácsi, pedig még nem tanítja a fiadat, egyik sem, de tudják. Mert azért ez egy nem túl nagy iskola, egyébként lehet, hogy ezt is szeretem benne, mert ugye mondjuk A-tól mennénk D-ig, ugye nálunk A és B osztályok vannak, ha A-tól D-ig vagy F-ig mennénk, akkor ez valószínűleg nem működhetne, ez a családias légkör, de mivel azért nálunk A és B osztályok vannak, ezért azért még mindenki ismer szinte mindenkit, nem csak engem, hanem azért mindenki mindenkit. Egyébként meg tényleg ezek az A osztályok, B osztályok, ugye nálunk az a specialitás, hogy az A osztályok ugye néptáncot tanulnak magas óraszámban, a B-sek pedig ugye éneket, azon belül is legfőképpen az egyház zenei vonal megy, de ugye rengeteg komoly zenei darabot, meg ugye mi azért elég a mi iskolánk rámegy az egyéni képzésre és a gyerekek egyéni fejlesztésére zenében. Tehát vannak olyan felnőttek már, akik kikerültek tőlünk, és szólisták lettek. És ezt részben a Deák-Diák alapképzésének is köszönhetik, mert nálunk egy olyan alapot kaptak, olyan csodálatos emberektől, mint a Bubnó Tamás, vagy a Mezei János, vagy a Kocsis Csaba, vagy a Veres Borcsi, tehát még mondhatnék pár kollégát, de föl se tudom sorolni, annyira zseniálisak, hogy utána a Zeneakadémiára is, aki tényleg ambíciózus és szeretne, az simán működik, mert olyan tanárok vannak, és olyan alapképzést tud kapni, aki szeretne nálunk, hogy nem lesz gond. Ezek nagyon, nagyon jó dolgok, amiket elmondtál, de ami szerintem még ennél is fontosabb, amit én észrevettem, és pont hogy kezdtem a műsort ott a legelején, annyira biztonságot ad ez az iskola, olyan, annyira jó közösséget teremt. De én, amikor bementem akkor, és ott láttalak téged énekelni, és körülötted ott a sok gyerek, én azt éreztem, hogy én hazaértem. Én újra iskolás akarok lenni, én ide akarok járni iskolába, hát ez mennyire jó. Hát én szeretem ezt csinálni tényleg, tehát hogy igazából az van, hogy ugye én nagy részben én 10-től 6-ig dolgozom. A péntekek kivétel, amikor 8-tól 4-ig vagyok, én jobban szeretem a délutánokat, mert utálok korán kelni. Tehát ilyen praktikus okai vannak. És igazából délután, tehát ugye nyilván van a délelőttnek is egy elég nagy szelete még, amikor ott vagyok, de a délutánokban és a délutánoknál már én azt gondolom, hogy a gyerekek túl vannak 5-6 vagy 7 tanítási órán, amikor már azért eléggé igénybe vannak véve, és ugye megebédeltetjük őket utána, hogyha jó idő van, akkor mozogjanak, akkor udvar, vagy esetleg a térre kivisszük őket, mert ugye ott van a II. János Pápa téren az iskola, tehát ilyen szempontból szerencsénk van, mert csak átsétálunk egy zebrán, és már a téren vagyunk. De bármelyik is, de legyenek levegőn, a gyerekek mozogjanak, focizzanak, nem tudom, kicsit mozduljanak meg. És egyébként utána nyilván van tanulószoba, ami nagyjából 2:30-3-kor kezdődik és 4-ig tart, de ebben az időben is, meg egyébként a köztes időben, amikor ugye mondjuk 1-től 2:30-3-ig van szünet, akkor vagy esetleg 4-től 6-ig van még ügyelet, amikor ugye még van úgy, hogy rengeteg gyerek ott van, mert még nem érnek oda a szülők, akkor én már törekszem arra, hogy a gyerekek már ne feszüljenek meg semmilyen szinten, hanem akkor legyen egy lazítás a gyerekeknek. Egyrészt csináljanak azt, amit szeretnének, legyen szabadság. Nem szólok bele minden egyes szituációban, amikor összevesznek például nálam, ez egy alapvető dolog, hogy figyelem, ott vagyok, figyelem azt, hogy mi történik, legtöbbször legalábbis, de nem mindenbe beleszólni, és már csak akkor beleszólni, amikor azt látom, hogy elfajulna a dolog olyan irányba, amiben már nem biztos, hogy szeretném. De egyébként szabadságot engedek a gyerekeknek, mert nem fogom őket már megfeszíteni, és akkor sem, hogyha én tartok egy tanulószobát, ott sem. Tehát én már nem tartom jónak nagyon, hogy a sok házi feladatot adnak nekik, az sem. Tehát, hogy 7 órájuk volt, vagy 6 órájuk volt, Túl sok. És legyen a délután már ez a lazulás, ez a érezzék magukat jól kategória, és ebben van benne az is, hogy egyébként ott a gitár, és zenélünk, éneklünk, és ezt láttad, erről beszélsz te.
amit egyébként tényleg élveznek a gyerekek, de nem csak a gyerekek élvezik, hanem én is. Tehát, hogy igen, ez azért látható. Van. Tehát, hogy ebben van egyfajta egoizmus is. Nem csak a gyerekekért van ez, hanem magam miatt is, mert én ezt szeretem. Az egy dolog, hogy más is szereti, akkor meg már az ilyen kellemeset a hasznossal. De ez milyen szép, nem? Hogy ez azért visszavezethető a te gyerekkorodhoz, ezt onnan hozod, nem? Ezt a közösségi éneklista, hogy elmesélted, ez annyira jó. Én nagyon köszönöm a gyerekem nevében is, hogy ezzel megajándékozod őt. Visszatérve még a pedagógiai asszisztenségre, azt szoktad mondani, amikor nyilatkozol, hogy tulajdonképpen ti Jolly Joker figurák vagytok, mert mindenhova be lehet titeket dobni. Mi az, ami miatt te azt érzed, hogy tényleg igazán fontos az, hogy ti ott legyetek az iskolában, hogy jelen legyetek az iskolában. Hány pedagógiai asszisztens van különben a deákdiákban? Most konkrétan, akik ezt a feladatot csinálják, ketten vagyunk az Eszterrel. Minden iskolában egyébként fontos, hogy meg most már óvodában is, tehát fontos, hogy legyenek pedagógiai asszisztensek. Mert egyszerűen sok a gyerek, és egy osztályban, hogyha tehát van 20-25 gyerek, van egy pedagógus, tehát muszáj, hogy ott valami segítség legyen. És igazából azt gondolom, hogy még több emberre lenne szükség olyan értelemben, hogy még több pedagógiai asszisztensre. És azokon a helyeken, mint például mi is, ahol integrálunk, ott pedig extrán fontos ez a dolog, mert amikor egy-egy ilyen problémásabb gyereket mi fogadunk, vagy többet is akár egy osztályba, akár 4-5 gyerek is van egy osztályba előfordul, akkor ez tök jól hangzik, meg tök emberinek hangzik, meg tök szép is az egész, de hogy ezzel munka van. Tehát, hogy ez azért melós. Az, hogy ott van 25 gyerek, és abból van 5-6 olyan, akik nehezebben haladnak, vagy nehezebben küzdenek meg az órákkal, ilyen vagy olyan okok miatt, tényleg itt 100 millió dolgot lehetne felsorolni. Ne sorolj fel egyet-kettőt. Hát mondjuk azért, mert mondjuk autisztikus vagy autista, azért mondjuk, mert ADHD-s, és mondjuk nem tud megülni a seggén egy idő után, azért, mert mondjuk hallás károsult, vagy hallásérült, és nehezebben tud figyelni. És akkor te mit figyelni. Tudsz csinálni ilyenkor? És ilyenkor egyébként ugye mi mindig azt figyeljük, hogy hol van ránk nagyobb szükség, és ahol nagyobb szükség van ránk, mi oda megyünk, és amikor van egy ilyen közösség, ahol van 22-23 gyerek akár, és tudjuk, hogy ott most úgy alakult, hogy ott van ránk szükség, és mondjuk történik egy olyan dolog, hát van erre példa egyébként távolról is, meg közelről is, hogy volt egy autista gyerekünk, nyugodtan mondhatom a nevét is, az Olivér, aki azóta már felnőtt ember egyébként, tehát komoly felnőtt emberré vált, de ő tök jó el volt a saját kis osztályában, elsőben, másodikban, de volt úgy, hogy elfáradt a sok gyerektől, a sok nagy közektől, és akkor ő például akkor ki kellett onnan mozgatni őt, és akkor teljesen más kellett vele csinálni. Volt, amikor sétálni kellett volna vele a lépcsőn leföl, és akkor vagy kivinni csak a levegőre. Volt, amikor annyira elfáradt, hogy lementünk, van egy klubhelységünk, ahol van egy kis szőnyeg, vannak párnák is, el lehet dőlni. És akkor volt olyan, amikor oda vittem őt le, de akkor vittem a gitáromat, pengettem, volt úgy, hogy elszundított közben. És akkor lehet, hogy csak 10 vagy 15 perc kellett neki, vagy 20 perc ahhoz, hogy vissza tudjuk tenni őt a nagy közösségbe. Enélkül viszont, hogyha és, te nem és lennél. Igazából igen, igazából ilyen, tényleg ez egy ilyen hasonlat, ezt egyébként egy odajáró szülő, vagyis egy odajáró gyereknek az anyukája mondta, ezt a hasonlatot erre a munkára, amit mi csinálunk, hogy amikor van egy ilyen dolog, az olyan, mint amikor van egy ilyen vihar egy ilyen gyereknél, tehát ez egy ilyen vihar, egy ilyen nagyon csúnya felhőszakadás, és akkor mi kimozgatjuk onnan, és utána újra megjön a napsütés, a gyönyörű napsütés, és vissza lehet rakni a teljes közegbe, a teljes osztályba. És hogyha nincs pedagógiai asszisztens például egy ilyen helyzetben ott a tanítónéni mellett, akkor ugye ő most akkor figyel arra az egy gyerekre, akinél épp vihar van, és akkor kifigyel a másik 20 gyerekre. Szóval nagyon nehéz. Ez például egy ilyen extrém, vagy extrémnek mondható eset is lehetne, de akik integrációval foglalkoznak ott, az nem biztos, hogy extrém, hanem ez lehet akár egy mindennapos történet. Sőt,
Akkor ezért mondod, hogy kevesen vagytok, hiszen mivel befogadó iskola vagytok, hát lehetnénk többen inkább osztályonként előfordulhat, hogy van ilyen, és akkor priorizálni kell, hogy éppen hová menjetek. Hát lehetnénk többen, igen. Voltak szép idők egyébként, amikor azért voltunk négyen. És az olyan az nagyon... Az a manapság olyan... elképzelhetetlen kategória. Hát igen, az egy ilyen nagyon kellemes kategória volt tényleg. Csak hát sok minden megváltozott azóta, és hát igazából ugye, ami nem változott, az a bérünk egyedül. Igen. De egyébként én túl vagyok ezen a részén a dolognak, mert ezt el kell dönteni, hogy az ember szeretné-e csinálni, vagy nem. Mert kormányoktól függővé tenni ezt a munkát nem lehet. Vagy politikai nézettől függővé tenni, és ugye mindig ezen múlik, tehát hogy ha a rózsaszínek kormányoznak, akkor ezért nincs fizetésemelés, ha a pirosak kormányoznak, akkor ezért, ha a hupikékek, akkor ezért, tehát hogy valahogy mi pedagógusok, vagy gyerekekkel foglalkozó emberek, valahogy mindig így kiesünk a pixisből, és tényleg mindegy, hogy milyen színű politika van, totál mindegy, lehet hupilila is, vagy zöld, vagy teljesen mindegy. Valamiért ez van. Én 20x éve vagyok benne összesen hivatalosan ebben, és nem hivatalosan, meg sokkal több, hogyha a lovasoktatást is nézzük. De ugye én mindig azt látom, hogy ahol gyerekekkel foglalkozunk meg, valahogy emberekkel foglalkozunk általában, és mondjuk nem valami biznisz alapon működő, nagyon brutális alapítványiskoláról beszélünk, hanem normál keretek között állami fenntartású intézményekről, akkor valahogy mindig a legutolsó sorba kerülünk, amikor pénzről van szó, vagy juttatásokról. Nem jó van ez így, meg jó lenne, ha változna, én is szeretném, meg mindannyian szeretnénk, de én valahogy így már kibékültem ezzel a dologgal fejben, mert nincs más. Mert vagy az van, hogy elmész, vagy az van, hogy minden nap ezen idegesíted magad, és rágod magad, hogy miért nem, vagy az van, hogy elteszed magadban ezt a dolgot, és én egy eltettem magamban. Ez van, én ezt szeretem csinálni, most ennyit fizetnek, épp ez van. És a megbecsültség érzése, mert hogy azért sokan azt mondják, hogy nyilván az a munkabéren is látszódik, hogy kit mennyire becsül meg ez a társadalom. Azért ez felháborító, hogy egy pedagógiai asszisztens, vagy egy tanár, vagy egy iskolában dolgozó akárkinek mennyire alacsony a bére. Itt az erkölcsi megbecsülés az nagyon-nagyon fontos, de az van, hogy ehhez nincs köze a hatalomnak, tehát az irányító szerveknek nincs köze a megbecsüléshez. Még igazából ők nem tudnak minket megbecsülni. Tehát ők egy módon tudnak minket megbecsülni, hogy a számlánkra több pénz érkezik. Remélem, jó sokkal hallják. Mert igazából az erkölcsi megbecsülés az tőletek van. Szülőktől, meg gyerekektől. Tehát az nekem nem erkölcsi megbecsülés, hogy oda jön a, nem tudom én milyen, egy évben egyszer valamilyen politikus, mondjuk, és megveregeti a vállamat, mert én, és azt mondja, hogy úgy hallottam, hogy te jó fej vagy a gyerekekkel. Hát nem nagyon érdekel. Nekem az többet ér, hogy bemegyek a folyosón, és jönnek oda a gyerekek, valamelyik megölel, valamelyik ad egy pacsit, valamelyik csak ráugrik a hátamra, és akkor a másik dolog az, hogy a megbecsülés, hogy és megyek be, és a kollégákkal jóba vagyok, és megbíznak bennem a kollégák, és rám bíznak dolgokat, mert rám bízák a dolgokat tényleg, akkor is, hogyha az iskolával kapcsolatos feladat van, akkor is, hogyha magán életi problémáik vannak, és én tudják, hogy én tudom a megoldást, akkor is szívesen rám bízák ezt a dolgot. És ott vagytok ti szülők, akik megjöttök délután, vagy reggel, és beszélgetünk, és jóban vagyunk, és látom, és elmondjátok, és érzem azt, hogy na, itt van az erkölcsi megbecsülés, és ez van. És ezt én nagyon szeretem, hogy van, de hogy ez nem a hatalomtól van, meg a központi dolgoktól van, és ez nem is szabad attól várni, nem is kell. Meg az milyen? Tehát, hogy ők nem tudják, hogy mit csinálok. Tehát, hogy igazából ők csak esetleg hallanak róla. Jó, de az is elkeserítő, hogy nem tudják, hogy mit csinálnak a pedagógusok, meg általában azok, akik az iskolában dolgoznak. Mindegy, engedjük el ezt tehát a részét. Tehát én azért mondom, hogy ilyen díjak, meg mint tudom én, most például tavaly egyébként jól esett, azt hiszem, most már nem is össze vagyok keverve, azt hiszem most tavaly decemberben, te ismered talán a Rein alapítványt. Hát ők ilyen roma nevelési programokat raknak össze, ilyen egészen kisgyerekkortól ilyen mindenféle tréningekkel foglalkoznak szakemberekkel. Tehát inkább nem is roma, hanem hátrányos helyzetű gyerekek oktatásában szereplő pedagógusokat képeznek mindenféle szinten.
és ők létrehoztak egy ilyen szakmai díjat, aminek az egyiknek az a neve, hogy az év pedagógiai asszisztense. És decemberben én megkaptam ezt a díjat. Ó, nagyszerű, gratulálok úgyhogy hozzá. Úgyhogy ha tényleg olyan erkölcsi megbecsülés, de ők ugye, ők kifejezetten szakma, tehát igen, ők tudják, nem politikusok, hanem ők civil szervezet, akik a szakmával foglalkoznak, és ők utána mennek egy-egy embernek, és utána járnak egy-egy ember munkásságának mélyen, és aztán döntenek arról, egy zsűri dönt arról, egy szakmai önéletrajzok alapján, amit egyébként én nem is tudtam, mert egy kollégám jelölt. Na, ha valami megbecsültség, akkor az, amikor egy kollégám gondol rám, és ő jelölt be engem, hogy itt van, nem érnek a szakmai önéletrajza, meg az, hogy ő mivel foglalkozik, és ő adta be ezt a, mert én magamat nem jelölhetem meg. Nagyjából majdnem, nem is tudtam róla, hogy jelölve vagyok. Ezek a, tudod, a szakmai, igen, tehát hogyha erkölcsi megbecsülésről, igen, beszélünk. Ez számít persze, meg a gyerekek csillogó szeme, amit láthat bárki, aki bemegy a Deák-diákba délutánonként, amikor te ott vagy az udvaron, és akkor ottan köréd gyűlnek azok a gyerekek. Nyilván az tagadhatatlan. De hát egyébként iszonyatosan nehéz. Megmondom őszintén, hogy a napi munka az nagyon nehéz. Tehát, hogy az van, hogy azért ez ilyen nagyon könnyedén beszélünk róla, meg hogy ilyen nagyon... Igen, meg úgy is tűnik, mintha te ezt kisújból ráznád ki, amikor ott vagy a gyerekek között. Nagyon nehéz. Tehát, hogy azért ez annyira elfáraszt minden nap, tehát hogy minden nap egy ilyen, amellett, hogy persze felemelő, meg minden, meg tehát hogy tényleg nagyon jó érzés ezt csinálni, de azért ez fárasztó, ez nehéz, mert annyira sok szempont van, amit bizonyos szituációkban figyelembe kell venned. Azt, hogy nem árt, ha minden gyereket tényleg ismersz. De most nem az, hogy csak tudod, hogy úgy hívják, hogy Peti, hanem az, hogy kik az ő szülei, mivel foglalkoznak, milyen a családi háttér? Rendben van viszonylag a család? Rendezett a családi háttér? Vagy az a gyerek egy rendezetlen családi háttérből jön, krízisben van a család, válnak, szétmentek a szülők, gyakran nagyon rosszban van a két szülő, de a gyerek ott áll a kettő között, és ő szereti anyát is, meg apát is, és hogy nem érti, hogy anya meg apa megmérőli egymást idézőjelesen. Tehát, hogy ez az egyik. De százféle más probléma lehet még a családban. Nem árt, hogyha tudod, hogy kik azok a gyerekek, akik oda jönnek, milyen háttérből jönnek, mert amikor megítélsz egy gyereket bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációkban, egy vitánál, akkor is differenciálnod kell. Figyelj, nem csak akkor differenciálsz, amikor feladatokat készítesz a gyerekeknek, hogy neki olyan feladatokat készítek, mert tudom, hogy penge az agya, hogy brutálisan kemény feladatok lesznek neki, mert ő erre képes, és azzal fogom fejleszteni, hogyha nagyon komoly feladatokat adok neki. A másiknak meg egy másik feladatlapot adok, mert tudom, hogy az ő képességeinek az túl sok lenne. Tehát az az egyik differenciálás. De a másik fajta differenciálás az az, amikor tudom, hogy két külön verzióból jön a két gyerek, és úgy is differenciálnod kell. Tehát annyi mindent kell egy-egy szituációban szem előtt tartani, és amikor beleszólsz egy-egy helyzetbe, vagy megpróbálsz rendet rakni, akkor egy csomó mindent kell figyelembe venned. Azt mondtad, hogy téged az inspirál ebben a munkában, hogy folyamatosan jönnek az új gyerekek, új kihívások. Sosem fáradtál még el? Sosem érezted azt, hogy elég, kész, nem bírod tovább csinálni, betelt a... Mire is mondják, hogy betelt? Mi is telt be? Hát a pohár. A pohár, tényleg, hogy betelt a pohár. Tehát nem volt ilyen sohasem. Mindig van valami, ami továbbhajt egyik napról a másikra. Most voltak nálunk a fiamnak az osztálytársai. De nem mindegyik, hanem csak a fiúkat hívtuk meg, mert hirtelen sok lett volna ott 21 gyerek, de a fiúkat hívtuk meg, de így is sokan voltunk, mert eljött egy csomó fiú, meg eljöttek a szüleik is, mert én szeretek úgy partit tartani, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem pont emiatt a közösség teremtés miatt, hogy én eleve úgy csináltam a Facebook csoportot, hogy buli, de nem csak a gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Tehát aki elhozza a gyerekét, az nem mehet sehova. De jó. Melyik osztályba jár a gyereked? Hát igen, nem a Deák-diákba jár, mert kicsit, kicsit messze vagyunk, ugye Pest Erzsébeten lakunk, és nem tettem volna ki a gyereket a napi 2x50 perc utazásnak. Egyébként csak az ez egy volt, nem gondolkodtam volna más iskolában, csak a Deák-diákban, mert egyébként egy pont egy ugyanilyet talált, tehát sok szempontból egy hasonlót találtam,
mert egy énekes iskolába vittem őt, ahol a B-osztályok szintén ugyanígy éneket tanulnak minden nap, és kórus van, és fellépések vannak, és tett ugye nagyjából a rendszer hasonló, amegy, és ott beszélgettünk a szülőkkel arról, hogy minden problémájától eltekintve, ami most ugye balhé folyik ugye az oktatásügyben, meg a tüntetések, meg minden, tehát egy csomó dolog foglalkozik most ezzel az üggyel, én ezt próbálom így kizárni, hogy mindettől függetlenül én nekem nagyon kevésszer volt olyan érzésem, hogy nem szeretnék bemenni dolgozni. Mármint, hogy így utálok ide bemenni, vagy nem jó ide bejönni. Tehát nekem ilyen nem volt. Tehát, hogy ezt az érzést nem ismerem. Én ha bemegyek, akkor szeretek ott lenni. Tehát egyszerűen szeretek tényleg bemenni. Jaj, de nagyon jó ezt hallgatni. Ugye mondom én, hogy lehetne minden iskolába egy elemér bácsi. Lehetne ez már egy nyálas dolog, tudom, de hogyha nagyon becsukom a szemem, akkor nem tudok másra gondolni, hogyha mondjuk arra azt vizualizálom, hogy én hol dolgozom, akkor csak gyerekek vannak körülöttem. Nem tudom elképzelni, hogy valami más csinálok. Gyerekekkel dolgozom, és kész. Akkor ez viszont egy nagyon szép befejező mondat volt. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélted a történetedet, és csak azt tudom mondani, Elemér bácsit minden iskolába. Köszönöm, hogy gondoltatok rám. Tizennégy múltam éppen, vasárnap volt, azt hiszem. Apám bort töltött és sodort egy cigarettát nekem. Leült mellém, s azt mondta, most, hogy elmész, ki tudja, mikor látunk majd újra. Vigyázz magadra, fiam! Vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és irigy. Eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. Ott a kollégiumban minden egész másképp van. Én csak azt kívánom, bármi lesz is, ember légy, fiam! Mikor eljött a nap, szintén egy vasárnap délután, anyám könnyek közt adta rám az ünneplő ruhát. Csirkét csomagolt az útra, apám bort töltött újra, búcsúzóul azt mondta, vigyázz magadra, fiam! Vigyázz jó, mert a város hideg, büszke és irigy. Eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. Ott a kollégiumban minden egész már kép van. Én csak azt kívánom, bármi lesz is, ember légy, fiam. Azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy, fiam. Azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember légy, fiam.